A Velencei tó vízállása jelenleg 113 cm, ami 2 centivel haladja meg a tavaly tavaszi csúcsot. A Velencei tó Dinnyéshez közeli része már megtelt élettel, már ami legalábbis a természetet illeti, hiszen nagy kócsagokat és kacsákat is láttunk, már pedig csak néhány perce vagyunk itt, és tisztán látszik az is, hogy a Velencei tóban van víz, bőven van víz, hiszen ide is jutott, ahol néhány évvel ezelőtt szárazság volt jellemző. Minden adott ahhoz, hogy a szezonra újra szabályozási szinten legyen a vízszint, hiszen az aszályos években is legalább 20 cm-nyi csapadék hullott a tóba az év első hónapjaiban, és a tározók zsilipjei is nyitva vannak. December közepe óta másodpercenként 0,5 méter, csütörtök déltől pedig 1 köbméter víz érkezik másodpercenként a Velencei tóba. Ami örvendetes az, hogy a két tározónkba is jelentős vízmennyiséget tudtunk visszatartani, mind Pátkán, mind Számolyban 2 millió köbméterünk van. Ha ezt a Velencei tóra vetítem, ez durván 15-16 cm-es vízszintemelkedést tud okozni. Tehát ha a vízminőség engedi, akkor gyakorlatilag a két tározó vizét le tudjuk engedni, még most a téli időszakban. A zámói és a pátkai víztározó minőségét folyamatosan ellenőrzi a vízügyi igazgatóság. Pátkán elszaporodtak az algák, emiatt oxigénhiányos állapot alakult ki, és halpusztulás történt. Ami még most is tart, hiszen hideg a víz, 4-5 fokos, tehát egy két helyre elhújt halak is most jönnek föl csak a tározóból. A HOFESZ folyamatosan távolítja el ezt, de friss vizet sikerült adnunk az álmai tározóból a pátkai tározóba, tehát úgy néz ki, hogy megállt a halpusztulás, és hát reméljük, hogy most a legújabb mérési adatok, amit tegnap kaptuk meg, mind a két tározó vízminősége kifogásolhatatlan. A két tározó vízminősége megfelelő, így a vízpótlás a Velencei tóba folyamatos.